Az orvosok szerint akár 2 hétig is tarthat még az influenza járvány. Az óvodákban is sok gyerek hiányzik a betegség miatt. Erről is láthatnak tudósítást a mai híradóban, és jöjjön képekben a többi téma. A ceglédi születésű rendezőre emlékeztek a moziban. George Pál tegnap lett volna 109 éves. 90 ezer forint jár vissza átlagosan a csatorna beruházásban érintett ingatlan tulajdonosok, júniusig megkapják a pénzt, és újabb siker, éremesővel tértek haza a Rölvé Tánciskola növendékei az idei első versenyükről. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Városi Televízió csütörtöki híradójában. A ceglédi óvodákban is érezhető az influenza járvány, van, ahol a fele csoport hiányzik, tudtuk meg. Az elmúlt napokban volt a legrosszabb a helyzet. Az orvosok szerint még akár 2 hétig is tarthat a járvány. A betegséget leginkább a gyerekek és a fiatal felnőttek kapják el. Almapürét készítettek, gyógyteákkal ismerkedtek és mézet kóstoltak ma a Lövész utcai óvodába járó gyerekek. Szemmel láthatóan lelkesen vettek részt a feladatokban. Almát vágok. Mi fog belőle majd készülni? Gyümölcspüré. És szerinted miért fontos sok gyümölcsöt fogyasztani? Azért, hogy ne legyünk betegek. Az influenza szezonban nagyon fontos a megfelelő higiénia, pláne egy olyan oktatási-nevelési intézményben, mint az óvoda, mondta az intézményvezető. A higiéniai szokásokat, azokat meg sokszorozzuk, tehát a felmosások, a fertőtlenítések, azok nyilván ilyenkor duplán jelen vannak. Igyekszünk a gyerekekkel megtanítani, hogy mindig alaposan mossák meg a kezüket, ugye a kézmosás is ilyenkor azért nagyon fontos és hangsúlyozott, illetve a szülők segítségével minden nap fogyasztunk gyümölcsöt, gyümölcsáltát készítenek, vitaminbombát. Az immunrendszer erősítéséhez az egészséges táplálkozás mellett elengedhetetlen a rendszeres mozgás is. Itt a tornaterem adottsága is itt van, tehát mozogni is, sokat mozgunk, sűrűn szellőztetünk, amikor lehet, kimegyünk velük az udvarra, akkor is a hideg van, ugye, hogy edzettek legyenek. A gyerekek nagyon fogékonyak az egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozás. Nagyon élvezik ezt a gyerekek. Játékidőben például megjelent, hogy egy műanyag tároló dobozra építettek mosogató csaptelepet, meg elmosogatták az összes babakonyhai játékot, hogy a bacillusokat lemossák erről, tehát ők nagyon kaphatóak ilyesmire. Az influenza járvány idején tehát fontos a fokozott immunrendszer erősítés, valamint amikor köhögünk vagy tüsszentünk, takarjuk el az orrunkat és a szánkat, írják az egészségportálokon. Továbbá elengedhetetlen a közösen használt felületek fertőtlenítése a munkahelyen és az otthonunkban egyaránt. Az animációs film zseniére, a ceglédi születésű Oscar-díjas rendezőre, producerre George Pálra emlékeztek tegnap a moziban. A Magyar Hollywood Tanács segítségével filmes szakemberek, bábművészek elevenítették fel, miért is voltak korszakalkotóak és meghatározóak George Pál filmjei. Az ünnepséget az elismert filmes születésnapjára időzítették. 1908. február 1. megszületik a Malcincsák család legifjabb tagja. Telnek az évek és a sok munka, kitartás és persze a tehetség meghozza gyümölcsét. A ceglédi fiúból a világ filmgyártásának egyik meghatározó alakja lesz. Hollywood és a világ már George Pál néven ismeri meg a zseniként emlegetett filmest. Ráemlékeztek a ceglédi moziban születésének évfordulóján. A Ceglédről induló pályafutás igencsak változatos volt. A mi városunkból indult és Berlinben, Hollandián keresztül vezetett az út az Egyesült Államokba. A karrierjéről sokat elmond, hogy 1941-től 7 éven át folyamatosan jelölték az Oscar-díjra az alkotásait. Az animációs filmek sikereit követően játékfilmek producere és rendezője is volt, és így is maradandót alkotott. Az animációs film zsenie is egyike azon magyar filmeseknek, akikről sokan talán egyáltalán nem, vagy nagyon keveset tudnak. Ezt a hiányt ismerte fel Bokor Balázs, aki 2012-ben tért haza Los Angelesből. Ott évekig Magyarország főkonzuljaként tevékenykedett, hazatérve pedig megalapította a Magyar Hollywood Tanácsot. A civil szervezet azt a célt tűzte ki, hogy feleleveníti és ápolja a magyar származású, Hollywoodban sikeressé vált magyarok és magyar származású művészek emlékét.
Ez egy nagyon fontos deklaráció volt, hogy úgy mondjam, hiszen azt tapasztaljuk településeken át, és nagyon sok magyar településen voltunk már az elmúlt közel egy évben, ahol nagyon komoly hollywoodi ismert személy született, hogy alig vagy nem is ismerik egyáltalán, hogy ott született ez a valaki. Nos, azt hiszem, hogy össze kell fognunk. Tehát ezért született tulajdonképpen a Magyar Hollywood Tanács, hogy egyrészt ezt az emlékőrzést, fenntartást és továbbvitelt gyakoroljuk, másrészt, hogy megtaláljuk az önkormányzatokban és a helyi civil szervezetekben a partnert. Cegléden ez meg is történt, az önkormányzat és a mozi is partner volt és marad is. Hiszen például a ceglédi Uránia moziban jövőre is megemlékeznek majd a ceglédi zseniről. Idén márciusban pedig egy egész héten át láthatóak lesznek George Park kiváló és korszakalkotó filmjei a ceglédi moziban. Átlagosan 90 ezer forintot kapnak vissza azok az ingatlan tulajdonosok, akik a csatorna beruházás harmadik ütemében vettek részt. A ceglédi önkormányzat pályázaton nyert forrást, ez teszi lehetővé, hogy az érintett mintegy 2000 háztartás jelentős összeget spórolhasson. Akik készpénzben fizették ki a 148 ezer forintos hozzájárulást, azok postai úton egy összegben kapják vissza. Akik lakástakarókon keresztül, azokat az OTP is értesíti a tudnivalókról. A csatorna kiépítés harmadik üteme 2014 nyarán kezdődött el. A beruházás a Külső-Budai utat, a Szűcstelepet, a déli, valamint a keleti városrész egy szakaszát érintette. A mintegy 2000 ingatlan bevonásával zajló fejlesztés tavaly ősszel zárult le. A háztartásoknak egységesen 148 ezer forint hozzájárulást kellett fizetnie. Az összeg egy jelentős részét visszakapják az érintett ingatlan tulajdonosok, számolt be a jó hírről a Vízi Közműtársulat elnöke. Cegléd-város önkormányzata Vízi Közműtársulattal közösen nyert egy pályázatot, egy önrészpályázatot, ezért nincs szükség teljes egészében erre a hozzájárulásra. 58 ezer forintban állapítottuk meg ezt az új hozzájárulási szintet, ami azt jelenti, hogy kicsivel több mint 90 ezer forintot spórolnak azok, akik rendszeresen fizették ezt a hozzájárulást. Akik rendszeresen fizették a lakástakarék hozzájárulást, 30%-os állami támogatásra jogosultak, tette hozzá Ferenci Norbert. A pontos tudnivalókról minden háztartást értesítenek. Mindenkit külön értesítünk március hónapban, mindenki pontosan megtudja azt az összeget, amit vissza fog kapni. Akik készpénzben fizették be közvetlenül a Vízi Közműtársulatnak, azok postai úton fogják csekken visszakapni, akik pedig a lakossági takarékpénztáros megoldást választották, azokat az OTP is értesíti a pontos számszerűségről. Az átlagosan 90 ezer forintot júniusig mindenképpen megkapja minden érintett, mondta Ferenci Norbert. Akik készpénzben fizették ki a csatorna hozzájárulást, ők a postán keresztül csekken kapják meg az összeget, akik lakástakarékon keresztül, azokat pedig az OTP értesíti a visszatérítés módjáról. A lakástakarékos ingatlan tulajdonosok esetében feltétel, hogy az összeget valamilyen lakáscélú beruházásra kell fordítani. Időben benyújtották vagyonnyilatkozatukat a ceglédi országgyűlési képviselők, Földi László és Volner János anyagi helyzetéről szóló nyilatkozat a parlament hivatalos honlapján is hozzáférhető. Rövid híreink következnek. A Fidesz-KDNP színeiben megválasztott Földi László fele részben tulajdonosa egy lakóházas ingatlannak, valamint egyedüli tulajdonosa 34 ezer négyzetméternyi gyümölcsösnek, illetve egy több mint 20 ezer négyzetméteres szántónak. 2014-ben vásárolt egy Kia személyautót, ez továbbra is tulajdonában van. 2016-ban pedig egy Renault személyautóval és egy 125 köbcentiméteres motorkerékpárral bővült a tulajdonában levő járművek száma. Pénzintézet felé több mint 10 millió forintos tartozása van. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítása 3 millió forint. A Jobbik Magyarországért mozgalom képviselője Volner János tulajdonában 2016-ban sem ingatlan, sem gépjármű nem volt. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítása valamivel több mint 2,5 millió forint, készpénzben pedig 11.500 euróval rendelkezik.
Szándékos rongálás elkövetése miatt a Ceglédi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztálya kéri, hogy akik érdemi információval rendelkeznek a felvételen szereplő szeméről, hívják Dorogi Viktória rendőrszázadost a 0653 310 066-os vagy a 0620 961 98 18-as telefonszámon. Segítő közreműködésüket előre is köszönik. Nyissa az új évet egy jó cselekedettel és adjon vért, írják a Magyar Vöröskereszt is az Országos Vérellátó Szolgálat közleményében. Szeretnék ösztönözni az embereket, mert a tartós hideg és a megfázásos megbetegedések miatt januárban a vártnál alacsonyabb volt a véradói aktivitás. A Magyar Vöröskereszt is az Országos Vérellátó Szolgálat a biztonságos nemzeti vérkészlet fenntartása érdekében arra kér mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, vegyen részt az országban szervezett véradások valamelyikén. Cegléden március 1-én tartják a következő véradást a kórházban. Újabb sikert könyvelhetnek el a Rölövé diákjai. A többszörös világ és országos bajnoki címmel is büszkélkedő tánciskola növendékei érmekkel tértek haza az Amita Amatőr Művészeti Táncfesztiválról. A táncosok szóló és duó produkcióban is előkelő helyen végeztek. Érem került Solymosi Adrien, Ecsegi Gréta, Niklesz Emma és Tóth Lilien nyakába. Niklesz Emma és Tóth Lilien duó produkciója volt az egyik, amely sikert hozott a Rölövé Tánciskola növendékeinek. Az Amatőr Művészeti Táncfesztiválon idén is erős volt a mezőny, Emma és Lilien táncát ezüstéremmel jutalmazta a zsűri. Solymosi Adrien és Ecsegi Gréta duója aranyminősítést kapott, és egyben az ő táncuk lett a legjobb produkció. Solymosi Adrien aranyesővel tért haza, hiszen szólóban is első helyen végzett. Az idén 20. születésnapját ünneplő Rölövé Tánciskola minden évben több versenyen vesz részt. Az év első megmérettetése az Amita Művészeti Táncfesztivál volt. A növendékek már a márciusi országos bajnokságra készülnek. A Rölövé iskola táncosai egyébként többszörös címvédők. Országos és világbajnokságon is álltak már a dobogó legfelső fokán. Ezúton is gratulálunk a kis táncosoknak, természetesen a márciusi bajnokság eredményéről is beszámolunk majd. A most következő háttérben a Rölövé iskola egyik nyertes produkcióját is láthatják, és hosszabb összefoglalót mutatunk a moziban tartott közönségtalálkozóról, és Baranyi Ferenc születésnapi köszöntéséről is. Tartsanak velünk továbbra, és híradó legközelebb holnap este 6-kor lesz, viszontlátásra!